A 2018-as év utolsó kulturális kalandozására hívta az érdeklődőket a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete a házasságkötő terembe, amely minden évben a borok és a művészetek köré szervez egy estét. Advent jegyében Léta Sándor unitárius lelkészt hívtuk, hogy egy kicsit elmélyülhessünk advent témakörében és a karácsonyvárásban. Meghívtuk a Kaláka Együttes Szabad-e ide bejönni Betlehembe című műsorukkal, és ezen kívül a budai etyek borvidékről, nyakas pincészetből hívtuk a borászokat, hogy egy kis bort is kóstolhassunk a kellemes estéhez. A köszöntők után sippal, dobbal meg is érkezett a jövőre 50 éves jubileumát ünneplő Kaláka Együttes Grillus Dániel felvezetésével. A zenészek minikoncertje után professzor dr. Kállai Miklós, a Szent István Egyetem borászati tanszékének professzor emeritusza és a Töki Nyakas Pincészet vezető borászai beszélgettek a jó borokról. A szakértő olyan érdekességeket is elárult, mint hogy a pincészet az emberi nyakalakú nyakas hegyről kapta a nevét, és hogy a címkéjükről sosem hiányzó lófigura a környék egykori egymással versengő ménesei előtt tiszteleg. A közönség a mesélés közben friss irsai olivért, az örök kedvenc aligváromot, rozét, Sauvignon Blanc-t és szürke barátot kóstolhatott.